Kedves közönségünk, a Gyermekfilharmónia 5. generációját láthatják. Mielőtt a kicsifilisek dalba kezdenének, felkérem Tóth László főkonzult, hogy köszöntse a rendezvényt. Tisztelt tanár úr, főtisztelendő urak, tisztelt polgármester úr, tisztelt ünneplő közösség, kedves fiatalok, kedves gyerekek, Magyarország kormánya nevében sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást, őszinte öröm, hogy itt lehetek és együtt ünnepelhetek önökkel. Egy 40 éves születésnapi jubileumi hangversenyen az első szó az elismerés szava kell, hogy legyen. Szeretném kifejezni elismerésemet a tanár úrnak, a Fili közösségének, Szentegyháza közösségének, ezért a 40 évért, azért, hogy a Fili túlélte, nem csak túlélte, hanem gyarapodott ez alatt a nehéz 40 év alatt, hogy itt a valamelyik felvezetőben is hallhattuk. Bernádi György, Marosvásárhely híres városépítő polgármestere, mikor megépítette azt a gyönyörű szép kultúrpalotát benne Székelyföld legszebb hangversenytermével, és benne Székelyföld legjelentősebb képzőműszeti gyűjteményével, azzal indokolta ezt a tekintetes rendek előtt, a városi közgyűlés előtt, hogy a nemzeti és keresztény hagyományokon nyugvó klasszikus kultúra az örök érték, és ez a kultúra jobbá és nemesebbé teszi a város polgárait, akik aztán gyarapítani fogják ezt a várost. Azt gondolom, hogy a Filivel valami hasonló történt, a tanár úr itt ugyan nem kultúrpalotát, épületet épített, hanem egy intézményt, a Filit, amellyel azt gondolom, hogy nem csak Szentegyháza közössége lett gazdagabb, hanem az egész székelyföldi magyarság, az egész magyar nemzet lett gazdagabb. A nemzetpolitikánk, a mai magyar kormány nemzetpolitikájának egyik sarokköve, hogy a nemzet minden része, a nemzet minden tagja egyaránt fontos. Minden település fontos, legyen az itt a Székelyföldön, legyen valahol a Szorványban, legyen egy közösség valahol a diaszporában, vagy az anyaországban. Hogyha valamelyik település meggyengül, vagy valamelyik közösség, a diaszpora magyarsága, a Kárpát-medencei külhoni magyarság, vagy az anyaországi magyarság meggyengül, netalán eltűnik, az egész nemzet vele fog eltűnni. Ez fordítva is igaz, hogyha valahol egy közösségben egy érték teremtődik, akkor az az érték nem csak az a közösségé, nem csak az gazdagítja, hanem gazdagítja a tágabb közösségét, jelen esetben a Székelyföldet, és gazdagítja az egész nemzetet, beleértve Magyarországot, és beleértve az emigrációt, a diaszpora magyarságát is. Mikor a tanár úrral 3 vagy 4 hete, tehát hol máshol egy koncerten találkoztunk, és akkor meghívott erre az eseményre, és mesélt lelkesen az előkészületekről, azóta többször elgondolkodok rajta, hogy vajon mi az az egy dolog, ami a leginkább jellemzi a Filit. Rájöttem, hogy mi az, de ezt nem lehet egy szóval leírni. A 4.-5. században élt Szent Ágoston egyházatjának van egy ilyen mondása, amelyik így szól, hogy benned égnie kell a tűznek, amit másban lángra akarsz lobbantani. Benned égnie kell a tűznek, amit másban lángra akarsz lobbantani. Azt hiszem, vagy úgy érzem, hogy a Filiben ég egy olyan tűz, amit mindenkiben, aki egyszer hallgatja, lángra tudja lobbantani. Ezt magam szerencsére már többször megtapasztalhattam, de ugyanerről számolt be nekem más is, aki kívülálló, aki nem szentegyházi, de volt szerencséje látni vagy hallgatni a Filharmóniát. Ez egy olyan érték, ami szavakkal szinte leírhatatlan. Egyszerre felemel, megindít, meghat, lélekben megerősít,
a léleknek örömet szerez. Én azt kívánom a tanár úrnak, a Filinek, meg Szentegyháza közösségének, hogy őrizzék, ápolják ezt a lángot tovább, és adják tovább, és ehhez kívánok sok sikert a tanár úrnak is, a Filinek is, mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és köszönöm, hogy meghallgattak. Mielőtt átadnám a mikrofont Konrád Engmőkének, engedjék meg, hogy köszöntsem a körünkben a magyar vízilabda válogatottat. Isten hozta, örülünk, hogy velünk ünnepelnek. Továbbiakban Konrád Emőke konferálja fel a jelenlegi Filisek műsorát. Milyen tisztelt, nagy érdemű közönség! Konrád Emőkének hívnak, negyedik osztályos korom óta vagyok a gyermekfilharmónia bemondó nője. Ennek már 5 éve. Hagyományunkat nem szeretném megbontani. Így felkérem a filistársaimat, hogy énekeljük el mi is legalább egy szakaszt a Bach paraszkantátájából. A kicsi fili mai létszáma is mutatja, hogy utánpótlásban bővelkedünk. Miénk itt a tér? A mai hangversenyünk legnehezebb, és egyben talán a legszebb száma a Bartók Béla Este a székelyeknél feldolgozás. Dallama mindannyiunk számára ismert. Népdalszerű szövegével énekelve gyakran emlegetik ősi székely himnusznak is. A kórus és zenekar változatot a gyermekfilharmónia számára Elekes István, Németországban élő karmester barátunk írta át. Betanításánál is sokat segítkezett. Helyén édes jó Istenem, oltalmazóm, segedelmem. Thank you.
műsorunkat történelmi dalokkal folytatjuk. Rákóczi fejedelmünk szabadságharcának két közismert dalát énekeljük el, Balog Ádám és Csínon Palkó nótáját. Egyházas falvi népdalokat hallhatnak 1902-ből. Vikár Béla népdalgyűjtő zenetudós szívesen és sok alkalommal látogatott településünkre. 128 népdalt jegyzett le, rögzítette fonográffal. A viaszhengereken tárolt felvételek ma már elérhetőek. A Budapesti Hagyományok Háza közzétette. Örömmel hallgatjuk, újra tanuljuk, a legszebbeket a népdalvetélkedőinken bemutatjuk. Hallgassanak meg most egy csokrot, hangszeres kísérettel is. Thank you.
tisztelt ünneplő közönség! Szeretettel felkérem önöket, hogy hallgassuk meg közösen Frédéric Chopin gyászindulóját. Gyertyát gyújtunk énekes és zenész társainkért, akik közülünk távoztak az elmúlt 4 évtizedben. A Filit támogató elhunyt pedagógusainkról, barátainkról is megemlékezünk. Érezzük, hogy lélekben velünk vannak. Thank you.
Nyugodjatok békében, pihenésetek legyen csendes. Barokk gyöngyszem következik. Antonio Vivaldi Glória című művének 6. tételét a Domine Deust adja elő önöknek Sándor Sarolta szólóénekes és Lőrinc Gyöngyvér fuvola művésznő. Őket a filivonósai kísérik. Az átiratot együttesünk számára Veres Csaba hegedű tanár készítette. Köszönjük!
kedves közönségünk, amíg a kórus pihen, sort kerítünk a filislegdíjak átadására. Szalai Pista bácsiék felkértek, hogy a legtehetségesebb és legszorgalmasabb filisek számára adjuk át az általuk küldött jutalmat. Ezt a feladatot régi legdíjasok szokták elvégezni. Idén Dobos Blankát kérjük fel az idei díjazottak kiközlésére. Dobos Blanka a nevem. A 4-es zenekar tagja vagyok jelenleg. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves ünneplő jó barátot és fili tagot, öreget és fiatalt egyaránt, akik ma este így szép számban összegyűltek megünnepelni a fili 40. évfordulóját. A legdíjak, mint azt sokan tudjuk, már hagyomány együttesünk életében, hiszen minden évben a fili napok keretein belül kerülnek ezek kiosztásra. Emlékszem, amikor az én nevemet olvasták fel röpke 7 évvel ezelőtt, mennyi pillangó gyűlt össze a gyomromban. Hát most is körülbelül annyi van. Ugyanakkor mekkora büszkeséggel és hálával telt meg a szívem. Remélem, most is hasonlóképpen fogtok érezni, hiszen ez nem egy mindennapi dolog, remélem tudjátok, ugyanúgy, ahogyan a filisem az, persze. Megtiszteltetés, hogy talán az eddigi legnagyobb közös ünnepünk alkalmából most én adhatom át, és én olvashatom fel azok névsorát, akik az idei évben mindezt kiérdemelték. A díjaitok átvétele az ünnepi hangverseny után fog történni. Most arra kérlek, csak álljatok fel, ha halljátok a neveiteket, hogy megtapsolhassunk benneteket. Konrád Beáta, leghűségesebb első hegedűs. Molnár Mária Beáta, leghűségesebb második hegedűs. Mihály Éva, leghűségesebb másodhegedűs. Simó Emília, kitartó kórustag. Simó Eszter, kitartó kórustag. Tamás Attila, leghűségesebb dobos. Kórus felelősök, András Hajnal. Bak Renáta. Tamás Orsolya Kincső. És Bocs Simó Dóra. Mindenkinek jó szórakozást kívánok. Továbbra is. Gratulálok, készüljetek jövőre a többiek, hátra érik a tesztelőket. Osztály, vigyázz! Elhiszetted a lovasokat. A fili napok alkalmával rendszeresen új anyag is kerül ott a tartóinkra.
A lovasnóták három közismert új stílusú népdal. Mindenike csikókról, lovakról, paripákról, azok betyárgazdáiról. Azt is vagyok nagy.
A továbbiakban egy vicces, gyerekes, csúfolódó román népdallal folytatjuk műsorunkat. Szólóénekesnek jelölöm Konrád Kinga 5. osztályos, valamint Mihály Szilvia és Sándor Anita 7. osztályos dalosokat. Ők elmondják, hogy az édesanyjuk házassági hozományként ad 20 párnát teli szúnyoggal, hangyával, mocsokkal. Ráadásul feneketlen hordókat és 2 fejű strucát. A kórus harsányan jajgat mindenre. Nemzeti dal következik angol nyelven. Már 3. éve készülünk a várva várt angol turnénkra, amit tavaly a vírus, idén az zűrzavar tolt jövőre. Címe Highland Cathedral. Angol szövege óriási megpróbáltatást jelentett a kórus minden tagjának. Hangszerelését Elekes István karmester bácsi végezte, aki a betanításban is részt vett. Köszönjük! Thank you.
mielőtt a kicsi filisek levonulnának, megköszönöm neked, Emőke, nagyon ügyes voltál, hogy konferáltad őket. És mielőtt végképp elhagynánk ezt a termet, engedjék meg, hogy juttassam mindannyiunk eszünkbe a következőket. Készül az arckép csarnok. Minden egyes koncertező filis látogassa meg a fotózáshoz kialakított kuckót, hogy lefotózhassák. Holnap, szombaton reggel 9 órakor csemete ültetni indul a népes sereg. Gyülekező a Szentkeresztbányai piac téren, a Nagyfalusi és a Felszegi iskola terén. Hozzuk magunkkal a szükséges eszközöket, plétányért és kanalat. Ugyancsak holnap találkozunk az esti filihangversenyeken, amikor is a második és a harmadik generációkkal járhatjuk be a 90-es és a 2000-es éveket. Az est további részében kívánunk mindannyiunknak boldog találkozásokat. Bizonyára senkit sem kell biztatni arra, hogy ma este lefekvés előtt hálát adjon ezért a csodálatos estéért a jó Istennek. Thank you.